Pénteken délután a Szepes Gyula Művelődési Központban a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Érdésvidéke csoportja kerekasztal beszélgetés szervezett a Magyar Érdekről Okosan címmel. A kerekasztal beszélgetés résztvevői voltak Varga Mihály, a Fidesz alelnöke, Soltész Miklós, a Keresztény Demokrata Néppárt parlamenti frakciójának tagja, és Gírószász András, politológus, a Századvég Alapítvány igazgatója. Ez a kerekasztal beszélgetés itt és most, helyesebben a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Győri Szervezete országjáró kerekasztal beszélgetésének a 177. rendezvényét fogom itt és most moderálni. A kerekasztal beszélgetés történet 14. évét kezdtük el. És hát természetesen a kerekasztal beszélgetések, hogyha 14 éve tartanak, kormányokon és kampányokon átívelően, van olyan időszak, amikor az kampányra esik, és van olyan időszak, amikor az nem esik kampányra. Mindig a kérdések az aktuális közéleti problémákkal foglalkoznak. Magának a rendezvénynek a címe is most az aktuális közéleti célt fogalmazza meg, nevezetesen a magyar érdekről okosan. Az érdeklődők 20-20 perces előadásokat, politikai elemzéseket hallgathattak meg a résztvevőktől, illetve kérdéseket is intézhettek az előadókhoz. Alapvetően a kérdések határozzák meg, hogy milyen irányba megyünk. Én nyilván arról fogok beszélni, hogy a gazdaságot hogyan lehet talpra állítani. Munkahelyteremtéssel, a foglalkoztatottság bővítésével, adókedvezményekkel, a hazai kis- és középvállalkozók támogatásával, valamint a mezőgazdasági termelők helyzetbe kerülésével. Szerintünk ezek a legfontosabb dolgok. 1 millió emberrel kevesebb dolgozik Magyarországon, mint a hasonló nagyságrendű Csehországban. Nem azért, mert lustábbak volnánk, vagy butábbak volnánk, egész egyszerűen ma az állam az adóterheken keresztül agyonnyomja a gazdaságot. A program nem kijelölt téma szerint halad, hanem a kérdezők alakították azt. A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének, érdi szervezetének meghívására Lanczendorfer Erzsébet kerekasztalt szervezett, amire az érdieket szeretettel várja a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége, amely szervezetnek magam is tagja vagyok. A maga a beszélgetés tulajdonképpen esélylatolgatás, jövőbemutatás lesz, és szerintem kapunk egy-egy szeletet, egy-egy impulzust arról, hogy vagy milyen lesz az a program, milyen lesz az a kormányzás, amit a Fidesz magára vállal, hogyha megnyeri a 2010-es országgyűlési választásokat. 4. alkalommal volt városunkban kész által szervezett kerekasztal beszélgetés a Szepes Gyula Művelődési Központban.